próbálok magamhoz térni azután a beszélgetés után, és témát váltani. Tordai Bence vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Méghozzá abból az apropóból, hogy itt felvetett tegnap egy nagyon komoly, nagy mennyiségű használt, régi, kiszuperált fegyver eladást, a Honvédelmi Minisztérium fegyver eladását, tehát ezek már ilyen haszontalannak tűnő tárgyak. Na de úgy leírva is nagyon csúnyán hangzottak, hogy ilyeneket egyébként meg lehet venni. Hát most már a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja is azt mondják, hogy ennek azért utána néznének. Mit tudunk ezeket? Hova, miért, hova lettek, ki adták, kinek, mi a sorsa? Ezt a Honvédelmi Minisztérium egy cégén keresztül 2013-14 során értékesítette, és ami nekünk először szúrta a szemünket, hogy egy vadászboltnak, egy Pilis vadászbolt nevű Kft-nek, amit azóta már átkereszteltek ugyan, de ez valóban egy vadászboltot üzemeltető cég volt, ami az azt megelőző évben 20 millió forintos forgalmat produkált, tehát nem mondható egy komoly szereplőnek. Ehhez képest egyébként néhány millió forintért, tehát maga az összeg nem jelentős, megvett olyan komplett fegyverrendszereket, több ezer rakétát, több tucat lokátort, radart, gyakorlatilag a komplett magyar légierő előző generációs fegyverzetét, ami korán sem használhatatlanok, sőt, hogyha belemegyünk a dokumentumokba, akkor az látszik, hogy ezek éles rakéták, ezek ellenőrzés után használható áruk. De éles rakéták, de nem hatástalanított rakéták? Nem hatástalanított rakéták. Nem hatástalanított rakétákat ad el a Magyar Honvédség? Így van, de nagyon érdekes, hogy hogy adja el. Tehát van a pályázati felhívás, ami talán látszik, ennyi, egy bekezdés, ez jelent meg. Azt írja, hogy nyírteleken és pusztavacson tárolt különféle szakanyagokat és hulladékokat értékesítenek, ami honvédelmi célra már felesleges. Szakanyagok és hulladékok. Akkor ha megnézi az ember a részletesebb kiírást, akkor kiderül, hogy ezek rakéták, de az első tájékoztatóból még azt írja, hogy ezek gyújtó nélküli rakéták, és aztán kiadnak egy módosított pályázati kiírást, ahol kiderül, hogy hoppá, 1357 darab éles rakéta és 2 darab selejt. Tehát ez a hulladék. Tehát, eladó 1352 darab éles rakéta. Légvédelmi rakéta. Ez nem légvédelmi, ez repülőről vagy helikopterről indítható rakéta. Levegő-levegő vagy levegő-föld célzattal lehet használni, és akkor ezeket a rakétákat eladják. És ezt így meg lehetett pályázni bárkinek? Nem bárkinek, hanem kell egy engedély a fegyverkereskedelemhez. Gyakorlatilag bárki, akinek van felsőfokú végzettsége a hadüggyel kapcsolatban, az kaphat ilyen engedélyt. Tehát amikor ma Lázár János azt mondta, hogy minden törvényes volt, persze, minden törvényes volt, mint rendesen, csak a probléma az, hogy amikor megvették ezeket a rakétákat, akkor fizettek érte darabonként 1600 forintot. 1600-ért lehet venni egy éles rakétát? Éles rakétát, és akkor kimegyünk a piacra, és megnézzük, ez a rakéta, ugyanez a típus, konkrétan hatástalanítva 80 000 forintot ér, nem hatástalanítva éles változatban 160 ezer forintot. Mi az, hogy nem hatástalanítva éles változatban? Mi? Az hol kérdezi meg? Melyik piacon? Elnézést, van nem hatástalanított éles rakéta, egy 10 kilo? A gyűjtők hatástalanított rakétákat és egyéb harcieszközöket vásárolnak, tehát ennek is van egy piaca, és ez egy jobban követhető piac. De van éles piac? És van, persze, hát egy másodlagos piac. Ezek használható, tehát ezeket eladják harmadik országoknak. De ott nem bűncselekményről beszélünk, amikor beszélünk? A szerződésben szerepel az is, hogy hazai vagy export továbbértékesítési céllal vásárolták meg ezeket. Valaki, aki valamilyen fegyverhez, honvédelemhez, nem tudom mihez köze van végzettségileg, és simán exportálhatja ezt bárhova? Nem, ehhez még kell egyébként az orosz fél engedélye, illetve a vétójának a hiánya, de nagyjából erről van szó, és mondom, százszoros áron értékesítheti ezeket, mert ez az aktuális ára ennek a konkrét típusnak. De nézhetjük azt is, amikor 550 ezer forintért vesznek több száz rakétát, 23 ilyen lokátort, ami azt tudja, gyakorlatilag egy hordozható radar, tegyük hozzá, ott van mellette a katonai teherautó, arra van felszerelve, plusz az a néhány száz rakéta, meg néhány ezer egyéb anyag, és akkor ezt megveszi 500 000 forintért, és ezeknek a tételeknek a darabja több millió forintot ér. Azt mondta ennek a vadászboltnak a tulajdonos, hogy ezeket szétszerelik, a hasznos részt új eszközök gyártásához használják, mert hogy ez egy szenzációhajház vádaskodás, mert ezek teljesen ilyen használhatatlan régi vacakok. Hát nyilván ezt fogja mondani, amikor ez is elképesztő korrupciós botrányba keveredik, de amikor itt van a kírás, hogy éles rakéta, és ott van a szerződésben, hogy export továbbértékesítési céllal, itt van például, akkor ezzel nem nagyon van mit kezdeni. Tehát ezek úgynevezett tények, és ennek a vadászboltnak a forgalma az előző évi 20 millió forintról, két évvel később 550 millió forintra ugrott.
És egyébként azt is hozzátették, hogy a bevételük túlnyomó részét a fákországokbeli értékesítésből szerezték. De lehet, tehát hogyha ők exportáltak is, és van engedélyük, akkor ne ott keressük azt, hogy valaki valamit nem a törvénybeténiének megfelelően csinált, hanem hogy a Magyar Honvédség ezeket a cuccokat hogy adhatja el így szinte bárkinek? Hát ez egy jó kérdés. Egyébként ez önmagában, hogy a leselejtezett harci eszközöket eladják, ez nem probléma, ezt csinálják máshol is. Az a kérdés, hogy milyen áron. Tehát itt konkrétan hűtlen kezelés történt, aki egy kicsit is ért hozzá, és szerencsére a környezetünkben vannak olyanok, a PM egyik szimpatizánsa szúrta ki egyébként ezt a botrányt. A hűtlen kezelés azért, mert hűtlenkezelés áron azért, mert mondjuk, hogyha több százmilliós értéket néhány millió forintért értékesítenek, az elég triviális módon hűtlen kezelés. Úgyhogy meg is tesszük emiatt a feljelentést. Mármint, hogy a helyzet, nyilván ezt majd a végső szót a bíróság mondja ki, ha eljut addig az ügy, de ez amúgy is a HN-nek, a Honvédelmi Minisztériumnak a legkorruptabb cége, aminek már az előző ügyvezetőjét is egyébként letartóztatták őt éppen sikkasztás miatt, de úgy látszik, hogy a gyakorlat az nem nagyon változott. Tehát minden szerződésen ott van ennek a jó embernek az aláírása. Ami még természetesen szintén semmire nem bizonyíték, most itt inkább az önvédelmében mondom, vagy teszem hozzá ezeket a mondatokat, mert hogy járja meg ez az egész történet a jogi útját, megérdemli. Én csak azt mondtam, hogy feljelentést tettünk. Értem. És hát innentől kezdve nyilván Móró Lajosnak és Hende Csabának is, aki akkor a miniszter volt, lesznek álmatlan éjszakái. A PM pedig megy tovább előre, mert hogy vannak újabb ügyek és újabb értékesítések a látókörünkben. Szóval ez a rakétabotrány, ez úgy tűnik, hogy gyűrűzik tovább. Szintén a HM értékesítése? Így van, ez ugyanabból a listából további tétel, illetve ez a gyakorlat, ahogy a szakértők elmondták nekem, most elég sokan megkerestek és elkezdtek beszélni, ez már évtizedek óta hasonló módon folyik, tehát ciklusokon átívelő lehetett akkor ez a korrupciós legközelebb rutin. Nézzük a további pályázatokat és eladásokat. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.